Kezi csókolom, szép délutánt kívánok, és aki hozzászólt, annak különösen az eddigiekhez, a legkisebb korosztály is képviseli a jövő nemzedéket. Bemutatkozni nem fogunk, remélem egy nagyon-nagyon kellemes, nagyon szép és sokunknak tanulságos estét fogunk együtt tölteni. Itt különleges hangszereink, a muzsika, a magyar népzene, a dalok és a tényleg különlegesség számba menő hangszerek között. Love.
És azt kell mondanom, hogy ez még csak a kezdet. Ennél lesz sokkal húzósabb is a mai este, úgyhogy aki úgy érzi, hogy egy kicsit is álmos, az még egy pár percig maradjon ébren. Velünk is előfordul, hogy nem alszunk egy órát sem éjszaka, mert az esti próbák gyakran a hajnalban nyúlanak. Előfordult ez tegnap is velünk. Én az éjjel nem aludtam egy órát. Én az éjjel nem aludtam egy órát. Hallgattam a régi babám panaszát. Éjfél után se jön haj, kezdtem elszenderedni. Jaj, de bajom, ki egymást nem szereti. Éjfél után sejjel haj, kezdtem elszenderedni. Jaj, de bajos, ki egymást nem szereti. Meghagynám a babát.
közepébe, meghagynám a babámot. Meredek volt? Külön köszöntjük a vágyfülűeket, meg a vájárokat. Van még élőbányászat Komlón? Annyira szakbarbár vagyok, megmondom őszintén, csak a zene. Van még élőbányászat? Hála Istennek. Akkor legyen annak is jövője. Szomszédban. Alattunk. Ne hülyéskedjetek. Szóval, ez most spontán jött, de ha már az alattunk levő, még a bányáknál is mélyebb világról beszélünk, akkor egy moldvai népdal feldolgozást, aminek mi a Sánta ördög címet adtuk, hadd muzsikáljuk el. We'll be right back.
Ennek története van. Jó régen, még ifjú koromban, amikor a szakállam is alig serkent, egy utcai baleset végén úgy jártam, hogy combtól lebokáig begipszelték a jobb lábamat, és akkor még az STK időkben történt mindez, kaptam a kezelőben ezt a mankót. És képzeljék el, hogy már legalább egy hete, 10 napja ezzel botorkáltam, ugye milyen szép a magyar nyelv, bottal botorkálunk, amikor a gipszelőben, az alaksorban várva a soromra, ölemben tartva a mankót, valamire rádöbbentem. Úristen! Hát hogy eddig nem vettem ezt észre? Hát mivel mászkálok én? És akkor ott nem hagyott nyugton a dolog, félrefordultam egy kicsit, hogy nehogy a pszichiátriára vigyenek át. És finoman, hogy mások ne nagyon hallják, belefújtam, és akkor jött utána a gyakorlás. És hogy semmiféle ámítás, meg technikai trükk nincs ebben az egészben, még egyszer megmutatom, az a gyönyörű ebben az STK-botban, hogy az ég egy adta világon semmit nem kellett vele csinálni. Semmit a világon, és ez fuvola, ahogy hallották. Ezeket a lukakat sem én furtam rá. Van egy rugós bütyök, itt szét lehet szedni, ugye? Ennyi az egész. A lukak is, meg maga az egész szerkezet, hogy egy cső lukakkal már eleve adta, de rajtam kívül szerintem a világon senki nem próbálta még ilyen módon megfújni az STK-mankot. D-mollra hangolva. És higgyék el, valóban, nem csináltam vele semmit. Ez így működik. Most pedig egy fantasztikus történet következik. A magyar népdal, népzenekincs kimeríthetetlen témában. Azt képzeljék el, hogy nekünk, ennek a 15 milliós népnek, rövidre fogom, nem akarok sokat beszélni, ennyit tudnék mesélni, mert valami gyönyörűség a népzene, pláne az ember ott találkozik vele, ahol az születik, vagy ahol az él. Szóval nekünk ennek a kicsinek mondott nemzetnek 300 ezres népzene és népdal kincse van. 201 néhány ezer már lerögzítve felvételeken, kottákon megvan, és körülbelül még annyi bujkál, hogy egy 300 ezret kitesz. Nálunk sokkal nagyobb népeknek 5-6-8-10 ezer népdaluk, népzenéjük van. Na, ebből az óriási nagy óceánból most egy kicsit pajzánabbat fogunk előbányászni. Na, ezt szépen mondtam, óceánból bányászni. Kész. Szóval, következik Borbé bábi esete a vasárussal. Thank you.
egy vakiba, az üt el a kútra, míg az ipa kútra jár, a sárus véle hál. Kifeküdt az ágyamba, cica fogott egeret, azzal játszott eleget. Kirakva, ne menj arra, itt szaka, ébren fekszik az ipa! Háziasszonyok és házias urak, ismerős, ugye? Kiváló. Nem ám több százezer forint per darab, csodát, 285 forintért a klarinét. Tisztára olyan a hangja. Zenénkkel is, meg ahogy itt a felvezetőben elmesélte az úr, akivel itt nagyon jól összeismerkedtünk, nagyon sokat tud rólunk, úgy látszik. Szóval a zenénkben is, meg magunk is bebarangoltuk már a félvilágot, köszönhetően elsősorban a zenének, és mindenhol egy kicsit magunkra csipegettünk. Ha Dél-Amerikában voltunk, akkor ott, ha Észak-Amerikában már hallottak rá példát, de fognak, akkor ott, ha Spanyolországban vagy keleten, akkor ott, az ember magába szívja a jó muzsikákat. Na, erre lesz most egy példa. Az a dal, amit mi így a zenekaron belül csak úgy emlegetünk, hogy a Madrid Express. A csítári hegyek alatt régen leesett a hó, azt hallottam, kis angyalom, véled esett el alul. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet, így hát kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd.
Hallgasson engemet. Hogy is szólik ertek alatt, folyik el a kanál is. Abba fűrnék, még a gólya manál is. Mindig fűrnék a gólya, mégis sáros a gólya. Az én kedves kis angyalom, a legszebb legény a faluba. Mindig fűrnék a gólya, mégis sáros a gólya. Az én kedves kis angyalom, a legszebb legény a faluba. Minket több mint egy órára fogadtak meg. Hát ezért nem tudunk a próbateremben teát főzni. Hát tessék megnézni. Ismerős a teakanna. Zenész kollégám. Így bukkantunk egymásra, és így kerültünk egy zenekarba.
hogy egyik a fúvós, rossz kifejezés, aerofon hangszerekkel, másik pedig a húros, a kordofon hangszerekkel műveli azt, ugyanazt, amiért tényleg. Szóval lehet, ha ezt gyerekkorunkban tesszük, akkor elvernek bennünket, hogy na ugyan már ilyet ne. Hát szóval valóban, teafőzőkannából készült ez a tambura, sokan banjónak gondolják. Hát a következő dalban főszerephez jut majd a teáskanna mandolin, vagy teáskanna tambura, még inkább a hangja, illetve a hangolása alapján. Megöli a cikot bűntelen, megeszi a húsát sütelen, megeszik zuzáját, májáját, csókolom a babám szép száját. Engem a szerető, az a vár. Elmegyek hozzá, hogy estére meglátjuk ki az ágy szélre. Őt gondolom nem kell bemutatnom, ez egyébként egy tényleg kiválóan működő, eredeti békebeli kerékpárpumpa. Hát így lett belőle hangszer, és hát akkor jött vissza, mert gyerekkoromban idétlenkedtünk ezzel a biciklipumpával, mint hangszerrel, és akkor jött vissza, amikor a szegény lakodalmas leves áldozatául esett tyúk agóniáját próbáltuk valamilyen hangszerrel megjeleníteni. Hát nem találtunk jobbat egyébként. Gondoljanak bele ennél jobbat. Az eddigiekből már sejthető, hogy mindahányan vagyunk falusi gyerekek vagyunk. Most már felnőttek.
A következő dalt is onnan hoztuk, és azt a címet adtuk neki-e, hogy Falusi Rock'n'Roll. Bele a mikrofonba. Ja, tényleg.
van ám még. Tovább is van, mondjam még. Vagy ahogy az öreg ötvös bohóc mondta, van másik. No, hát van másik. Méghozzá egy nagyon szép, vagy több nagyon szép, igazán szívhez szóló népdalból összerakott csokor, édesanyám rózsafája. Életem, de a te van. Hull az ígre,
És hogy miért kárikítjom, meg miért anticeleb, amit sokan félreértenek, hogy mi valami ellen foglaltunk állást. Nem. Az anti, ógörög szó eredetileg azt jelenti, hogy helyett. Orkesztra ugye az a zenekar, kárikítjom pedig. Ez volt az első dal, amit együtt muzsikáltunk. A vásárba fél pénzzel. Csúkot vettem a vásárba fél pénzzel. Csúkom mondja kitrágot, kárikítjon édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel. Kacsát vettem a vásárba fél pénzem. Kacsám mondja, tyúkom mondja, kitrákot, kárikítjom édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Ha van kedvük, énekeljék a következőt is, bár nem biztos, hogy ezzel a szöveggel ismerik, de hadd szólaljon meg a citerra, mert az még ma nem volt is. Akkor nézzük, hogy öreganyám péntőle miért nem akar megszáradni. Öreganyám, pintölás, sövény
vicsorija még. Drága, drága, drága még, drága vicsorija még. Kedves komlói vendéglátóink, és azok, akik velünk együtt vendégek ezen a ma estén itt Komlón, már csak egyetlen egy tisztünk van hátra, a zenekar bemutatkozott, ezek vagyunk mi, ezt tudjuk, de úgy illő, hogy a zenekar tagjait is gyorsan-gyorsan bemutassam. Akit önöknek bal kéz felől látnak, éppen most fekete-fehér billentyűket bűvöl, amúgy pedig fekete-fehér kockás táblán, fekete-fehér bábokat tologat legszívesebben. Igazi, reál ember, hiszen eredetileg matematika-fizika szakos tanár, Schwarz Roland. Most éppen egymás mögött állnak. Másik Rolandunk, ő most viszintesen bűvöli a fekete-fehér billentyűket, amúgy elektroakusztikus gitáron játszott, ő is a reál világból csöppent ide, hiszen civilben mérnök ember, a zenekar harmóniákért felelőse, Ragó Roland. Hiszen az mozdítja meg a lábakat, a szíveket. A ritmusokért felelős itt a zenekarban, aki a műanyagokat, a bőröket, a résztányérokat, cintányérokat üti, veri, csépeli rendíthetetlenül. Amúgy ő is a tudomány világából jött ide, a muzsika fellegvárába. A brazil őserdők biológus kutatója több éven át arra még fogarakat is fedezett föl, és neveztek el róla egyébként. A dobosunk Sár József. Csak fölötte. Az udvariasság szabályait figyelmen kívül hagytam. Elsőnek kellett volna bemutatnom, hiszen így kívánta volna valóban az illem. Zenekarunk, nemzedékünk és nemzetünk csalogányát, aki civilben katolikus kántor, az orgona avatott kezelője, Sümegi Kata. Ő is kis termetű átnézte fölötte. Ez hihetetlen.
pedig egy zenekarba kell hangszerkészítő is. És bizony van nekünk egy házi hangszerkészítőnk, éppen most a maga készítette basszusgitáron muzsikál, de hát játszott a saját tamburáján, teáskanna mandolinján és citeráján, Korsós Tibor! Legszívesebben én is elfelejteném, de nem lehet, mert én nagyon látszik. Kedves barátom, aki a zenekar motorja, szemmel láthatóan óriási hangszerparkja van, minden hangszernek látszó tárgyat meg tud szólaltatni. A hangvarázsló, a nagyfehér főnök, Kovács Gábor. Köszönjük szépen!